Szeretettel üdvözlök mindenkit a 2 perces tech sorozat 14. epizódjában. A sorozatban, ahol több termékkel foglalkozok egy videón belül, minden termékre maximum 2 percen van, innen a név, szóval minden sallangot elhagyva csak a lényegre koncentrálhatok. Szerintem ne is húzzuk tovább az időt, és kezdjünk! Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CDK Offers-től. Unod már, hogy a Windowsod még mindig nincs aktiválva? Nos, erre úgy gondolom, hogy van egy megoldásom. Ha felnéztek a cdkeyoffers.com weboldalra, akkor ott találtok igencsak jó áru Windows kulcsokat. És, hogyha berakjuk őket a kosárba, valamint használjuk az ANO25, vagyis ANO25-ös promókódot, akkor további 25% kedvezményt kapunk az amúgy is olcsó termékkulcsunkért. Megveszitek? Beírjátok, aktiváljátok, boom! A gépetek készen áll. Ó, hogy már aktiválva van a gépetek, de most az Office-szal szenvedtek. Nem fogjátok elhinni. Ismételten nézzünk fel a cdkeyoffers.com-ra, ahol bizony Office kulcsokat is találtok majd, és, el nem hiszitek, erre is használható az ANO25-ös akciós kód. Szóval, kód a leírásban, és linkek a leírásban. Köszönöm a cdkeyoffers-nek, hogy fizetik az e-havi rezsimet, és most... tovább a kontentre. Tudjátok, hogy mire jó egy USB-C dokkoló? Csak mert nagyon sokan nem tudják, hogy egy USB elosztó és egy dokkoló az két külön dolog. Egy elosztó egy USB-ből csinál több USB-t. Az USB hub már több porttal rendelkezik, amiket összesít egy USB-C csatlakozóvá, de ez sem egy dock. A dock lényege, hogy azt nem mozgatjuk. Az ott van valahol, és ki tudjuk kötni nála a laptopunkat, hogy egy kábel csatlakoztatásával minden eszközünket hozzá tudjuk kötni a géphez. A Mini Sopuru 13:1 dokkolója több szempontból is igencsak érdekes, azonban a fő attrakciója, hogy állítása szerint egyetlen kábel segítségével 3 monitort is ráköthetünk a gépünkre. Alumínium borítás körös körül, oldalt szellőző nyílásokkal, alul kis gumitalpakkal és portok rengetegével elől-hátul. Előtaláljuk az USB portokat, amikhez gyorsan hozzá is férhet az ember, 2 USB 3-as A és 1 USB 3-as C, illetve 2 nagyobb feszültségű töltésre is alkalmas USB 2 port lesz elől. Hátul pedig ott van a fő USB-C portunk, ahol a gépünk csatlakozik majd, erre egyiket kapunk egy kábelt a dobozban, illetve mellette látjátok, hogy van egy tápcsatlakozó is. Ez a docknak a saját tápegysége, ezzel nem fogjátok tudni tölteni a laptopotokat, arra van egy Power Delivery USB-C port, ahol a laptopotoknak a töltőjét tudjátok majd csatlakoztatni. Itt a Gigabit Ethernet mellett találjuk majd a lényeget, 3 monitor vezérlése, amik közül az egyik HDMI, a másik DisplayPort, a harmadik pedig dönthet. Köszönöm szépen. Abban az esetben, hogyha egy monitort szeretnétek rákötni, azt a baloldali HDMI porton tehetitek meg mindenféle különösebb probléma nélkül. Ha pedig a másik 2 monitort is rá szeretnétek kötni, akkor egy mellékelt kis kártya lévő QR kódról be tudjátok olvasni a weboldalt, ahonnan le tudtok hozzá tölteni egy szoftvert. Én rákötöttem ezzel 3 kijelzőt, egy Full HD, egy 1440p és egy 4K felbontásút, és mind a 3 probléma nélkül felismerte a felbontást, felismerte a monitornak a típusát, a gépem, tudtam normálisan kélelni a dolgokat, szóval meglepően jól működik, és ja, problémamentes volt a felhasználás. Szóval abban az esetben, hogyha szükségetek lenne egy dockra, ami tud több monitorhoz csatlakozni, őt keresitek, link a leírásban. A SteelSeries-től már jó pár fejhallgatót kipróbáltam, és úgy érzem, hogy eddig nem nagyon volt okom panaszra. És ez a trend ez továbbra is folytatódik az Arctis Nova 4-jel. A headset a dobozban egy USB-C vevőegységgel, egy USB-C töltőkábellel és egy USB hosszabbítóval érkezik majd, maga a fejhallgató pedig egy nylon zsákba burkolva fekszik. A Nova 4 barátunk megjelenésében tökéletesen beleillik majd az Arctis Nova családba, kis szigetes kiemelkedés a fülkupakon, azon felül pedig egy visszafogott matt műanyag borítás, amiről nem üvölt, hogy gamingre van kitalálva, de azért mégis határozott és jól néz ki. A fejpánt alatt lévő gumis távtartó hosszabb távon is kényelmes viseletet tesz lehetővé, pont mint a puha, kényelmes, szövetborítású fülkupakok, amik cserélhetőek, és képzeld, lehet venni csere fülkupakokat a weboldalukon. Látod, Logitech, nem olyan nehéz ez. Jobb oldalt találjuk majd a bekapcsoló gombot és az USB-C töltőportot, bal oldalt pedig a hangerő szabályzó görgő és mikrofon némító gombok foglalnak majd helyet magával a visszatolható mikrofonnal együtt, ami nem mellesleg van egy fény, ami világít, hogyha némítve vagytok. Ennek a fénynek az ereje, illetve a mikrofon visszahallásának a szintje és a fejhallgató hangprofilja is állítható lesz a SteelSeries GG alkalmazásban, ami továbbra is az egyik legcsúnyább, de leghasznosabb alkalmazás, amit ilyen kiegészítőkhöz letölthettek. Hangzásában én kifejezetten kellemesnek mondanám, mondjuk a
Nova 7P pluszom az jobban szól ennél, de az drágább is, szóval ilyen szinten el is várom tőle. És egy kis hangolásra egyébként pontosan el tudtam érni azt a hangzást, amit én kifejezetten szeretek, szóval egyáltalán nem tudok panaszkodni ilyen téren. A nagyjából 45 000 forintos árával már közel sem mondanám olcsónak, azonban én azt mondom, hogy továbbra is tudom ajánlani. Mondjuk sokkal egyszerűbb lenne ajánlani, hogyha lenne benne Bluetooth és tudnátok használni a telefonotokkal. Ugyanakkor USB-C-s vevőegységével, mondjuk androidos telefonokkal és iPad-ekkel és mindenféle eszközzel, ami USB-C port van, használhatjátok, de mégsem olyan egyszerű, mint Bluetooth-szal, szóval, ja, link a leírásban. Jó pofa táska, benne egy kis láda, a ládában pedig valami, amit nem nagyon tudok bekategorizálni. Ez a Daewoom Timegate, egy 5 kijelzős értesítő panel, ami egyedi. Az egyszer biztos. Kialakításánál fogva ez folyamatos áramellátást igényel majd egy USB-C porton keresztül, és miután áramot adtunk neki, láthatunk is egy konfigurációs képernyőt. Itt leolvassuk a QR kódot és letöltjük a Daewoom alkalmazást, ebből pedig majd vezérelhetjük is a terméket. Az alkalmazással csatlakoztattam egy Wi-Fi-re, itt nálam lefutott egy gyors firmware frissítés, és újraindítás után már mehetett is a menet. Az öt kijelző alapból az időt, időjárást, zajszintet és részvényadatokat jeleníti meg, de természetesen konfigurálhatjátok ezeket a paneleket. Van opció teljes szettát állításra és teljes hangulatváltásra, illetve a kijelzőköz egyesével is hozzáadhattok funkciókat, ez YouTube csatorna információtól, hírfolyamokon keresztül, zene, equalizerig, bármi lehet, és természetesen, mivel ez egy Daewoom termék, a saját általatok rajzolt dolgokat is kipakolhatjátok a kis kijelzőkre. Emellett RGB világítása is van három zónára osztva, amit szintén az appon keresztül tudtok majd vezérelni. Ez egy kifejezetten érdekes és nem mellesleg hasznos kis ketyere tud lenni, hogyha egy csomó mindent ki tudtok rá pakolni, és én biztosan ott fogom tartani az asztalon, már csak azért is, mert szerintem baromi menőn néz ki. Ismét egy fantasztikus ajándékötlet egyébként a Daewoom-tól, az összes termékük olyan, hogyha megkapnám valami ismerősömtől, biztos kiugranék az ablakon örömömbe, mert egyébként kegyetlen menőn néznek ki, és még funkcionalitásban is ott vannak, főleg egyébként ezek a fajták. Szóval, hogyha tetszik, a link ott lesz a leírásban, de előre felhívom a figyelmeteket, 50 000 forint. Nem megijedni. Ez nem egy két filléres játék. Az idei év márciusában a Gravastar bejelentette a Supernova hangszoróját, illetve mellette egy 65 wattos GAN töltőt Alpha 65 néven. Csak időkérdése volt, hogy a művész csapatuk mikor találja meg, és most megérkezett a War Damaged Yellow variáns, ami valljuk be, valami kegyetlen aranyos. A széna már előző termékeiken is elérhető háborús újtotta sárga, amit már láthattatok a Mars Pro roboton, és el kell, hogy mondjam, ez itt is pont olyan menő. A leharcolt megjelenés minden felületen egy ilyen kifejezetten részletes mintázatot ad, és a sárga burkolat nagyon jól kiegészíti a kék fényeket elől. A töltő egyébként 65 wattos, ahogy említettem, három porttal van ellátva, kettő USB-C és egy USB-A, amiknek a feszültségét most látjátok. Alul egy amerikai hálózati csatlakozót találunk majd, de a dobozban érkezik mellé egy európai és egy UK átalakító is, amit csak rá kell húzni az érintkezőkre, és már mehet is bele a konnektorba. A mozgatható lábak és a mágnesesen csatlakoztatott antennák egy baromi jó kiegészítője a ketyerének, és ellenben a Mars Pro agresszív megjelenésével ez egy egészen barátságos kis kialakítást kapott, és én személy szerint nagyon szeretem, ahogy kinéz. Mindenképpen marad a kis gyűjteményemben, és hogyha ti is szeretnétek magatoknak egyet, a link ott lesz a leírásban. Igen, ritkán fordul az elő, hogy egy nem tech cég keres meg, és még annál is ritkább, hogy válaszolok az ilyen megkeresésekre, azonban őszinte leszek veletek, erre nem tudtam nemet mondani. A Moyu Store egy rakás igencsak menő fémkirakós tárol, és nekem a Scorpiót küldték el, ami egyelőre csak egy doboznyi fémdarab. Szépen értetően szétválogatott alkatrészeket, megjelöltésre rendezett csavarokat és távtartókat, illetve minden szükséges szerszámot megkaptok majd a dobozban, egy nagyon jól átlátható leírással együtt, ami szépen végigvezet majd titeket az összeszerelésen. El kell mondjam, az elején nem tudtam, hogy mégis mibe fogtam bele, annak ellenére, hogy ez közel sem a legnagyobb modelljük, ez csak 220 darabos, mégis beletelt egy jó pár órában, mire formát öltött a kész modell. Egészen nyugtató volt, ahogy ott ültem az asztalnál és pakoláztam egymásra a kis apró fémalkatrészeket, amik nem mellesleg azon felül, hogy baromi jól néznek ki, szerintem meglepően strapabíróak, olyan értelemben, hogy egyik alkatrészt sem tudtam volna szerintem meghajtani, hogyha akartam volna, mert vannak elég vastagok ahhoz, hogy ellenálljanak az ilyen behatásoknak, ami azt jelenti, hogy véletlenül sem fognak megsérülni, tehát az egyetlen probléma, amit csinálhatsz a modelleddel, hogy elveszíted a darabokat. Ami egy rossz ötlet, ne csináld. Szerintem ez egy fantasztikusan jó ajándékötlet olyan embereknek, akik szeretnek így pepecselni dolgokkal, szerelgetni, szeretnek kirakósokat pakolni, de tényleg
egy baromi jó élmény összerakni őket. És most nyilván ezt nem úgy mondom, mint ember, aki életében először rak össze valamit. Én nagy legós voltam gyerekkoromban, és ez egyértelműen nem legó, meg nem is arra van, hogy utána szétszed és rakd össze, újra technikailag megcsináltad, de nem arra van. De az az élmény, ami összeszerelni volt, baromi jó volt, és most, hogy le tudom ezt rakni így, és bárki, amikor ránézek, mondom, wow, azt tényleg raktam össze, ez egy menő élmény. Szóval, ja, hogyha esetleg van ilyen ismerősötök, jó ajándékötlet. Link természetesen ott lesz a leírásban, és Auf Wiedersehen, nézzétek, milyen menő, Isten. És ennyi is lettünk volna a mai napra. Amennyiben tetszettek ezek a mai megjelenített termékek, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot a videóra, illetve írjátok meg a kommentekbe, hogy melyik volt a kedvencetek. Hogyha szeretnétek megnézni az előző két percestek epizódot, azt a mellettem lévő videóra kattintva megtehetitek, amiben pedig valami más videó érdekelne, azzal is tudok szolgálni itt alatta. További szép napot kívánok mindenkinek, legyetek jók, és sziasztok!